Nagyon gyakran merül fel ez a kérdés, hogy a fogyás valóban csak akaraterő kérdése lenne. Sajnos ezzel a meglátással nagyon gyakran frusztrálják a krónikus fogyókúrázókat és a túlsúllyal küzdőket. Olyan, mintha ez egy erkölcsi kategória lenne, hogy valaki képes arra, hogy nagyon erősen elhatározzon valamit, hogy hoz valóban egy igazi döntést, és van, aki pedig ezzel folyamatosan elvérzik, nem tudja végigcsinálni, mintha ez egyfajta gyengeség lenne, sokan ki is mondják, hogy akarat gyengeség. Hogyha hétköznapi értelemben vizsgáljuk meg az akaraterő fogalmát, akkor valóban általában azt értik alatta, hogy egy ilyen fogösszeszorítós dolog, nagyon erősen kell koncentrálni valamire, ki kell tartani, és akkor sikerül. Azonban, hogyha pszichológiailag nézzük meg, mit is jelent az, hogy akaraterő, akkor egy sokkal tágabb dimenzió nyílik meg. Egyfelől az akaraterőt, hogyha lefordítunk úgy, hogy önkontroll, akkor már is az önkontroll funkciókkal fogunk találkozni. Az egyik ezek közül a késleltetés képessége. Az evési zavarokban szenvedőknél és a krónikus fogyókúrázóknál nagyon gyakran azzal találkozom, hogy nem képesek arra, hogy várjanak. Kivárják, mikor lesz a következő evés. Gyorsan, azonnal akarják megenni. Ezt úgy hívják egyébként még a pszichológiában, hogy rövid az idő perspektívájuk. Vagyis az, hogy itt van most ez az étel, és finom, és van belőle sok, és meg lehet enni, ez sokkal erősebb késztetés jelent, mint az, hogy hát lesz még nyár idén is, igaz, hogy még most csak február van, addig még sok idő van, még le lehet fogyni. Az itt és most sokkal fontosabb, sokkal erősebb késztetés jelent, mint ez a tág idő perspektívába vesző, majd 6 hónap múlva ki kell menni a strandra jellegű dolog. Tehát egyfelől a késleltetés képességét kell gyakoroltatni velük. Egyébként ez nem csak az evésben nyilvánul meg, hanem spontán mondjuk, hogyha várakozni kell valahol, dugóban ülni. És hogy viselkedik az az ember, aki el tudja terelni a saját figyelmét, aki tud várni, tudja magát megnyugtatni, annak jó a késleltetési képessége. A következő önkontroll funkció, ami szintén az úgynevezett akaraterő mögött állhat, az a frusztráció tűrés, vagy más néven szakmailag úgy mondjuk, hogy frusztrációs tolerancia, vagyis az akadályoztatás képessége. Tehát, hogy mekkora feszültséget képes elviselni egy ember, amikor ő valaminek a megtételében akadályoztatva van. A fogyókúrákban ez nagyon hamar megjelenik, amikor leírják, hogy nem szabad megenni a csokit, a fehérlisztes dolgokat, a cukros üdítőket. Az a személy, akinek az akadályoztatás képessége gyenge, ő ilyenkor hatalmas feszültséget fog megélni, és pont nem azt éli meg, hogy azért se eszem meg, hanem azt, hogy ezt minél gyorsabban meg fogom enni, hogy csökkentsem azt a feszültséget, hogy ez itt van jelen, amit nekem nem szabad, és azáltal, hogy gyorsan megettem, csökken is ez a feszültség. A harmadik önkontroll funkció egy még tágabb dolog, ez az önszabályozás képessége. Ez még mindig nem csak a gondolkodásról és az akaratról szól, hanem az érzelmek önszabályozásáról. Az alapérzelmek, amelyek velünk születnek, ezek már kisgyermekkorban kipróbálódnak, hogy mennyire vagyunk képesek ezeket szabályozni, általában semennyire, hanem a szülőknek, a közvetlen környezetünknek kell megtanítani minket arra, hogy ezeket szabályozzuk. Mind a három önkontroll funkció kisgyermekkorban alakul ki, tehát a szülők és a családnak a szerepe abban, hogy ezek jól működjenek, hogy erre megtanítsák a gyerekeket, ez elsődleges.